Szeretettel köszöntlek még egyszer benneteket itt, és az időnk az elősen elhaladt, ahogy nézem, mert elmúlott dél is. Igyekszem nem túl hosszan szólni, viszont ha már a hitről és a győzelemről van szó ezen a mai délelőttön, én szeretném ezt folytatni egy győzelmi ígérettel. Most nemrég Bozsván voltam egy túra és biciklis táborban, és ott is reggelenként a győzelmi ígéretekkel foglalkoztunk. És hogyha ilyen szemmel nézzük a Bibliát, akkor nagyon sok szép ígéret található benne. Kinyitjuk Jelenések könyvét, és az első három fejezetben nézzük a hét gyülekezetnek szóló üzeneteket, akkor győzelmi ígéret mindegyik végén szerepel, ugye? Tudjátok, hogy melyik a legelső győzelmi ígéret? Amit az Efézusi gyülekezetnek címez Jézus. Nem, az is ott van. Ott van az oszloppá tevő ígéret is. De mi az első győzelmi ígéret? Így van. A győzedelmesnek, Jelenések könyve második fejezet, 7. vers, enni adok az élet fájáról, ami Isten paradicsomának közepette van. Micsoda ígéret ez? Nem tudom, ez ízlegettétek-e már? Mit jelent ez? A győztesek azok mit ízlelhetnek? Milyen gyümölcsöt? Ízlelte már valaki ezt a gyümölcsöt? Soha senki? Hát volt-e valaki az Isten paradicsomának közepette, és ette már ezt a gyümölcsöt? Igen vagy nem? Az eddig teremtett lények közül volt-e már valaki, aki ízlelte az Isten paradicsomának gyümölcseit? Ádám és Éva ott lehettek paradicsomban, ízlelték a gyümölcsöket. Csak aztán rossz gyümölcsöt is ízlettek, amit nem kellett volna. Tehát ez az ígéret valahol azt is elénk tárja, igen, hogy megkaphatunk valamit, amit elveszítettünk. Ott lehetünk az Istennel közösségben, szíről szíre láthatjuk őt, és az élet fája és annak a gyümölcsei a mi osztályrészünk. Tehát ez egy szép ígéret, nem? És érdemes visszamenni akkor ennek hátterén a paradicsomi történethez, és csak egy jelenetet szeretnék kiemelni. Amikor Ádám és Éva bűntelen állapotban voltak, akkor van ott egy kijelentés rájuk nézve, hogy valamilyenek voltak, és ez őket nem zavarta. Ugye? Így olvassuk. Ádám és Éva mezítelenek voltak, és ez őket egyáltalán nem zavarta, azt olvassuk. Észre sem vették. Illetve telemájt azt írja, hogy fényruhájuk volt, de a mesztelenség az nem kapcsolódott egy olyan érzéshez, amit ma úgy neveznek, hogy szégyen, ugye? Ha itt most mesztelenül állnék itt a szószéken, nagyon rosszul érezném magam. Valószínűleg ti is, ugye? És fordítva, én is zavarba lennék, hogyha itt bárki úgy ülne, mert hogy ez nem egy természetes állapot. És olyan megdöbbentő abba belegondolni, hogy a bűnbeesés után mi az első reakciója az embernek? Mi van a mesztelenségével? De miért? Mit jelent az, hogy mesztelen az ember és nem szégyelni? Lehet ennek egy lelki jelentősége is. Nem tudom, aztán gondolkodtatok-e már. Hát akár benne lehet-e az is az emberi közösségben, vagy annak a mélységeiben, hogy nem kell takargatnom semmit. Én emlékszem arra, nekem ezt a feleségem mondta, amikor elkezdtem neki udvarolni, és fontos volt nekem, meg neki is, hogy lássa a másik az árnyoldalainkat is. Megosztottuk a küzdelmeinket is,
nem csak a szépet akartuk megmutatni a másiknak, hogy még jobban szeressen, hanem belső igény volt az, hogy a másik lássa azt is, ami nem annyira szép. És emlékszem, Boglárka feleségem fogalmazta meg ennek az igének a megemlítésével, hogy ez olyan áldás, amikor úgy lehetünk mezítelenek egymás előtt, hogy nem kell szégyelnünk. Nyilván nem a bűn nem kell szégyelni, de azt, hogy a másik lát. Amikor megmerem mutatni magamat a másik embernek, úgy, ahogy vagyok. Nyilván Ádám és Évára nem ez volt a jellemző, mert ők még büntelenek voltak akkor. De értitek talán, hogy mire akarok itt utalni. És olyan szomor, amikor látjuk, hogy az ember már rejtőzködik. Mert valamit, ami nem volt szégyelni, való már szégyel. És nem tudom, eszetebe jut-e ezzel az igével kapcsolatban, szintén Jelenések könyvében egy másik ígéret, hogy mit mond Isten a mi mezítelenségünkről. Hogy az milyen? Tessék? Hogy? És tűzben megpróbált aranyat, hogy ne látszon ki a te mezítelenségednek a rúdsága, és kell meg a te szemed egy szemgyógyító írral. Ezt kinek üzeni a jó Isten? Nekünk, ugye? Tehát a mi mezítelenségünknek milyen van? Rúdsága. Az már nem az a mezítelenség, amit... Igen, de ugyanakkor benne van az, hogy itt a mezítelenséget már egy jelképként használja a Biblia is, egy metaforaként. A mi mezítelenségünk általában a rúdsággal is párosul. De hogyha... Ugye ott van a... Tűzben megpróbált arany, az minek a jelképe? A hitnek. Ott van a fehér ruha, minek a jelképe? A jellem, ugye? És a szemgyógyító ír, akkor Isten tisztánlátást ad, ugye legtöbbször az igény keresztül, akkor az embernek már talán kevesebb lesz a takargatni valója, mert tisztul, változik, és szépül, és épül. És én azt gondolom, hogy ha most a győzelmi ígéreteket nézzük, én arra szeretnék egy pár gondolatot szállni ezen a délelőtti órán, hogy milyen területeken győzhetünk mi együtt Istennel. Az egyik győzelem, amit szerintem fontos, hogy meg tudjunk harcolni, az az, hogy tudunk-e győzni a szégyen felett. Megkísértett titeket az a gondolat, hogy inkább letakarjátok, mint hogy megmutassátok a testvéreiteknek a mezítelenségetek rúdságát. Kísértette az benneteket, hogy ezt jobb, hogyha nem tudják a többiek. Ezt majd én ott egyedül küzdöm otthon, mert csak szégyellem. Ilyet nem illik csinálni egy kereszténynek. Mert ha kiderülne, hogy én így élek, vagy vannak ilyen dolgaim is, akkor mit szólnának? És ahelyett, hogy a testvéreinek megmerni mutatni magamat, berendezkedem a képmutatásra. Nem mutatom meg magam igazán. Tessék? Nem helyes. Érthető emberileg, de nem helyes. És arról is beszélgettük egyébként a táborban, hogy olyan sok tabu van az egyházon belül is, amiről nem beszélünk, de problémaként jelen van. Amit nem mutatunk meg, de attól még küzdünk vele. És én függő emberekkel dolgozva hétköznapokon annyira látom, hogy minden ember életében, minden egyes ember életében van legalább egy olyan terület, amit nem tud legyőzni, ami megkötözi, ahova szükséges a kegyelemnek bevilágítania. És általában ezeket a területeket mi inkább lelakatoljuk és elzárjuk, mint hogy azt mondanánk, hogy testvéreim, van egy megkötözöttségem. Hordozzuk egymás terét, így töltsük be a Krisztus törvényét, hogy felszabadulhassunk. Néha olyan nehéz győzni a szégyenünk felett. És azt figyeltem meg, hogy a legtöbb ember ilyenkor mit csinál? Elkezdi az életében azokat a területeket erősíteni, ahol jó, ahol tehetséges, ahol talentumai vannak. Azzal próbálja elfedni az árnyoldalait, hogy a másikat erősíti. Nem tudom, megfigyeljetek magatokon ezt a késztetést? Olyan szomorú találkozni ennek a valóságával. Mondok nektek egy egyszerű példát. Ugye most a sporttól hangos a média is, ugye itt van Magyarországon a vizes világbajnokság, és eszembe jutott, ahogy készültem ebből a témából,
az egyik legnagyobb úszó, akit valaha a Föld ismert, ki ő, hogy hívják, tudjátok-e? Michael Phelpsnek hívják, ugye egy amerikai csodagyerekként indult, óriási kezei vannak, nagyon nagy lába, úgy tudja hátrahajtani az izületeit, ahogy kevés ember, és hát egyik világcsúcsot a másik után úszta. Képzeljétek el, hogy volt a londoni olimpia 2012-ben, az olimpia után elmondhatta London után, hogy neki már van 18 olimpiai aranyérme. 18. Tudtok olyan sportot, akinek 18 olimpiai aranyérme van? Én nem tudok olyat. De 2 évvel később jött a hír, hogy egy terápiás otthonban van, éjjel-nappal iszik, gyógyszereket szed, rémálmok gyötörték. Családja összefogott érte, mert elkapták ittas vezetését újból. Egyébként korábban is elkapták már, akkor drogfogyasztásért, mert mi 2008-ban egy korábbi olimpián, ahol csak 8 aranyérmet szerzett egy olimpia alatt, ott is elkapták. Egyébként most már több mint 20 olimpia aranyérme van, és azért gondolkodtam sokat az ő életén, mert igaz lehet rá az, amit úgy mondott Jézus, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt van. Ez olyan ember, akit milliók tekintenek példaképnek, aki fantasztikus dolgokat tett le az asztalra, de mégsem boldog belül. Kiderült az, hogy édesanyja egyedül nevelte, az edzője volt a pótapja, sok belső küzdelemmel, feszültséggel élt, és ezeket nehéz volt neki megharcolnia. Egy olyan világba születünk, ahol ha akarjuk, hanem a bűn megnyomorít minket is. És ilyenkor, amikor a bűnnek ott van a nyoma rajtunk, akkor választhatjuk azt, hogy elbújunk, nem mutatjuk meg a nyomorúságainkat, és inkább fókuszálunk arra, amiben jók vagyunk, és akkor azt erősítjük. De ilyenkor a kegyelem pont oda nem tud bevilágítani, ahol szükségünk lenne rá. Azt mondjuk, hogy nekem a kegyelemben nincs annyira szükségem, mert azért milyen szép, meg jó vagyok itt, ez egyik oldalamon. Mi van a másik oldalon? Van egy másik példa, most ugye dolgozom függőkkel, az egyik függő barátunk mesélte el, hogy milyen volt az, amikor ő is ifjúkorában sportolt, egyébként világversenyt is nyert, tehát egy ügyes sportoló volt, és elmondta azt, hogy milyen volt az, amikor még nem nyert versenyt, de annyira vágyott az édesapja elismerésére, hogy ment haza is, kölcsönkért egy aranyérmet, ami nem a sajátja volt. De próbálta úgy eladni, hogy ez az ő eredménye. És lelepleződött. Aztán csak megkapta magáit. És amikor végig egy igazi aranyérmet vitt haza, egy világversenyről, az ott az apuka első reakció, hogy mit dicsekszel. Megsemmisült. Abba is hagyta a sportolást. És olyan szomorú így belegondolni ebben, nem? De lehet, hogy mi is sokszor vagyunk így, hogy úgy vágynánk az elismerésekre, a simogatásokra. És elkezdjük azokat az oldalainkat megmutatni másnak, vagy azokat erősíteni, amitől azt reméljük, hogy na, akkor majd ezért megkapjuk. És ugye már is a cselekedetek által élünk, és nem hitből. És egy nagyon-nagyon fontos győzelem, azt gondolom, és a hithősök ebben valóban hithősök voltak. Kevés olyan emberről olvasunk a Bibliában, aki úgy üdvözült, hogy nem követett volna el bűnt. Hány olyan emberről olvasunk, akinek nem olvasunk bűnét a Bibliában? Nem sokat, ugye? Egy kezünkön meg tudjuk számolni, akikről nem nagyon olvasunk azt, hogy hibázott. Még egy Illés is, ugye? Még egy Noé is. Énokról nem olvassuk azt, hogy volt-e bűne vagy hibája, egyébként valószínűleg neki is volt. De hogy minden egy... A Föld, ez ugye egy beteg bolygó, és jó lenne betegségek nélkül élni, de azért küldte el az Úr Jézust a Földre, a mennyei atyánk, mert tudja, hogy mi egyedül nem tudjuk magunkat üdvözíteni. És meglesznek azok az oldalaink, amik kegyelemre szorulnak. És győzni a szégyen felett, és merni megmutatni magunkat úgy, ahogy vagyunk, az egy nagyon nemes harc. És persze nem azt akarom mondani, hogy mindenki előtt csak a rosszat mutassuk magunkból. Olvasunk arra is felhívást, hogy ne szórjuk a gyöngyeinket ugye a disznók elé. De nyilván én nem erről beszélek, arról beszélek, hogy egy hívő közösségben a hittestvéreim előtt
merem-e és akarom-e megmutatni magamat. Akarom-e megélni azt, hogy milyen az, amikor mezítelen vagyok, és nem kell szégyenem lelki értelemben. Láthattak engem, mint küzdő embert. Elmondhatom, hogy igen, én is bűnös vagyok, de abban vagyunk egyek, hogy a kegyelem az mindannyiunknak a sajátja lehet. És ha együtt, egymást támogatva győzünk, az a legszebb élmény. Aztán azt gondolom, hogy győzni kell, és ez is nehéz a mai világban, győzni a tömegnyomással szemben. Szembe menni az áramlattal. Mi egy évvel ezelőtt, ugye elmentünk a lelkészkarral meglátogatni ezeket az ókeresztény gyülekezeteket, illetve ami maradt belőlük. Elmentünk az efézusi gyülekezet helyszínére is. Ugye az efézusi gyülekezetben Pál apostol több mint 3 évet töltött, és tényleg nagyon megdöbbentő, meg szép volt járni azokon a helyeken, ahol tudjuk, hogy Pál apostol is járt. Kereskedők utcáját látni, a kikötőt, ami ott van, a régi kikötő a régi óváros partjainál, a tenger már visszább húzódott. De Efézusban olyan gazdagság volt, gondoljatok bele, olyan pompa, saját vízvezeték rendszerük volt. És még a köztereken lévő nyilvános illemhelyek is mind márványból voltak. Hát hol van itt olyan közvécé, ahol márványból van még a, ugye a pornév számára elérhető. Ugye? És abban az ókori világban olyan pompa, olyan gazdagság volt, és olyan kavart az emberek fejében. Egyik helyen ennek az istenségnek egy oltára, a másik helyen a másiknak, itt ilyen nimfa szentély, ott olyan fürdő. A keresztény emberek megélni a saját hitüket egy ilyen világban nem lehetett könnyű. És én azt gondolom, hogy ezzel így vagyunk mi is. Ebben a mai világban olyan sokféle áramlat, olyan sokféle hatás érhet bennünket. És nem könnyű ezektől távol tartani magunkat. Nem véletlenül beszélt Jézus a keskeny és a széles út példájáról, és ez szerintem fokozottan igaz a mai világra. Ahogy nézem akár a saját gyerekeimet, a fiataljainkat, hogy hány és hány hatás éri őket, és hogyan viszi ez őket el a valódi értékektől, hogy tényleg összeszorul a szívem. Aztán van egy másik terület, ami szerintem szintén gyakran kísérthet bennünket, és egy győzelmi terület lehetősége, győzni a csüggedés felett. Nem tudom, hajlamos-e valamelyikőtök a csüggedésre. Van egy történetem a csüggedésről. Talán már meséltem is, de most elővettem újból, mert nekem sokat adott. Nem egy szép történet, de tanulságos. Hallottátok már a képzelt halott történetét? Nem meséltem még? Egy egyszerű kis mese egy férfiről, egy favágóról, akinek az a tévképzete, hogy ő már nem él, hanem meghalt. És mondja a feleségem, hogy asszony, én már nem élek. És mondja az asszony neki, de milyen butaságokat beszélsz, hát te még élsz. Hát honnan tudod? Hát tapogasd meg a kezedet, az ujjad végét, a füledet, hát érzed, hogy meleg, nem? Hát púzál benne az élet, ver a szíved, és hát te élsz, egy élő lény vagy, hát ne kézzel ilyen butaságokat. És tél van, az emberünk kimegy, az erdőbe viszi a szamarát, hátán az elemúzsiás táska, lerakja egy fára az elemúzsiás táskát, csapkodja a fát a fejszéjével, és pár után elfáradva leveszi a kesztyűjét, megsimítja a homlokát, és érzi, hogy hideg a keze. Megfogja a másikat is, ilyetten kap a füléhez, azt mondja, hogy ó, hát én már nem élek, meghaltam, mert hideg a kezem, hideg a fülem, hát mégsem illő, hogy egy halott ember a fát csapkodja, lefekszik a földre, mellkasán keresztbe fonja a kezét, és azt mondja, hát én halott vagyok, akkor úgy viselkedem, mint ahogy a halottak. Ugye egy vicces történet, de majd mindjárt elmondom, hogy miért szomorú mégis, és hogy miért mesélem. És hát tél van, ugye az erdőben vannak más élőnek is, és egyszer csak egy farkas horda, vagy csorda, horda, ugye úgy mondják? Vagy falka, köszönöm szépen. Farkas, falka, kiszimatolja, hogy valami arra felé van, amerre épp a mi favágunk fekszik a földön, ugye mellette kikötve a szamar az egyik fánál, elemúzsiás tarisznya a másikon. Hát azért a farkas óvatos állat, először az elemúzsiás tarisznyát állják körbe, és az emberük gondolkodik, hogy hát, ha most élnék, akkor elkiáltanám magam, és a farkasok elfutnának, de hát mivel halott vagyok, ezért maradok csöndben, fekszem a földön,
És a farkasok megeszik a tarisznya tartalmát elég gyorsan. Ugye az nem volt elég a fél fogukra sem, észreveszik az összvért. Az összvér persze fél, mert régóta kiszagolta a farkasokat. Ordít és rúgkapál ott a fánál. Az emberünk azt mondja, hogy hát sajnálom ezt a szegény jószágot, de hát én halott vagyok. Egy halott az nem kalimpál. Halott marad és fekszik a földön, ahol a helye van. Így a farkasok elropogtatják az összvért is. Sajnos. És szorul a hurok emberünk körül, mert a farkas egy éhetetlen jószág, még ha jól is lakott, akkor is azért keresi még, hogy mit találhatna, és hát körülállják az emberünket is. És mondhatnám, hogy ennek a történetnek lehetne egy happy end, de nincs happy end. Az emberünk azt mondja, hogy hát én halott vagyok, nem tehetek semmit, sőt is megeszik a farkasok. Ennyi a vége a történetnek. Miről szólt? Miért meséltem el? Mit gondoltak? Hogyan függ össze a csüggedéssel ez a történet? Lehetnek olyan beteg gondolataitok, amik fölemésztenek, amik megkötöznek, amik nem igazak, de ti igaznak hiszitek el. És mivel igaznak hiszitek el, ezért úgy viselkedtek, ahogy az a gondolat titeket irányít. Ha halott vagyok, akkor nem mozdulok, ugye? Tudtok ilyen beteg gondolatokat mondani, amik titeket kötözhetnek meg? Én már úgysem változom. Öreg fát már nehéz átültetni. Én már ilyen maradok, amilyen voltam. Ugye? Vagy nem tudom, kisütötte benneteket az a gondolat, hogy úgysem lesz másként. Megint visszaestem. És nézem a saját nyomorúságomat. És lehet, hogy másodnak sikerülhet, de nekem úgysem. Nemrég jött hozzám egy fiatal, mondta, hogy retteg attól, hogy nem fog üdvözülni. Nézi a saját bűneit, hibáit. Nem a megváltójára néz, hanem saját magára. És elcsügged. És szerintem ez sokunk számára lehet kísértés, a csüggedés. A csüggesztő gondolatok, amitől nem tudunk szabadulni. És nem olyan könnyű elhesegetni őket. Lehet, hogy ebben is kell a segítség. És lehet, hogy azért csüggedünk, mert győznünk kell akár a természetem felett, a visszahúzó minták felett. Nem tudom, kinek mi a családi hagyatéka. Mi minden volt ott a családban. Az enyémben volt depresszió, vagy van is, alkoholizmus, öngyilkosság. Ha akarom, ha nem, ezeknek van egy örökölhető és sokszor tapasztalható valósága. Én is küzdök a depresszióval. Az alkoholizmus a hála Istennek nem. Ez is nagy kegyelme a Jóistennek, hogy én alkoholbetegekért fáradozhatok. De azt gondolom, hogy van egy hagyatékunk, amit hozunk. És talán a legszebbet hagytam a végére, mert sok van, és nem a teljesség igényével beszélek területekről, de jaj, hogy győzelemről gondolkodni. A legfontosabb győzelmi terület, amiről ma is tanultunk, az az, hogy győzni azáltal, hogy az Isten ígéreteit valóságosnak vesszük. A hitünk belekapaszkodik Isten ígéreteibe. Nem mi cselekesszük meg a változást, de nélkülünk nem megy. Ugye? És ahogy belekapaszkodunk Isten ígéretébe, valóságosnak vesszük azt, ami lehet, hogy a tapasztalat alapján nem az, de mégis hiszem, és erről szól a hit. És nagyon nehéz hagyatkozni. Most volt egy nagyon szomorú tapasztalatom, szintén a munkámban. Gyakran van az, hogy a terápiában ugye nők és férfiak vannak együtt. És amikor valaki a józanodás helyett megpróbálja valami hamis beteg töltelékkel kitölteni az űrt, szembesül az állapotra, és azt mondja, hogy jó, akkor most nem iszom, de oldjuk a feszültséget, és mondjuk kialakulnak kapcsolatok. Egy női alkoholista egy férfi alkoholistával. Öngyilkosság. És most nemrég volt ilyen, hogy valaki azért ment el a házból, mert beleszerelmesedett, legalábbis ő azt gondolta egy társába, aki szintén alkoholista. És mondtuk nekik, hogy ez egy rossz út, állítsák meg ezt a folyamatot, mert a vége tragédia lesz. És mi mondtuk, ők meghallották, de nem tudtak hagyatkozni arra, amit mondtunk. És ennek a vége az lett, hogy mind a két ember elhagyta a házat, és valószínűleg már egyik vagy a másik is iszik. Nem tudunk mit tenni egy ilyen helyzetben, és olyan rossz megélni azt, amikor én tudom, hogy mi lenne a jó, és a másik nem akar hagyatkozni. De ugye ez mennyivel inkább így van a mi teremtő Istenünkkel.
Tudja, hogy mi a jó nekünk? Egyen-egyenként, személyre szabottan. És mi lehet neki azt megélni, hogy itt az én gyermekem, de nem tud hagyatkozni az én ígéreteimre, bátorításaimra. És ez nem könnyű, én azt gondolom, de ezen a területen is győzhetünk. Hagyatkozzunk arra, amit Isten megígért. Akkor is, hogyha minden mást mond. De sportolóval kezdtem, és keretes szerkesztésben, sportolóval szeretném a befejezés felé vinni a gondolatokat. Ismeritek-e Eric Liddell-nek a nevét? Eric Liddell? Na, Elvin ismeri. Eric Liddell egy skót misszionárius családnak az egyik sarja volt. A szülei kint éltek Kínában, és szolgáltak az emberekért. És amikor Eric és az ő testvére, a bátyja kicsit nagyobbak voltak, akkor visszamentek ugye az anyaországba, és ott hagyták a két fiút tanulni. Visszamentek Kínába, és a fiúk megmaradtak. Eric egyébként kitűnt a szorgalmával, a becsületességével, a sport szeretetével. Nagyon jó futó volt, és annyira jól futott, hogy nevezték a 24-es Párizsi olimpiára. Az ő futószáma 100 méteres síkfutás volt, de amikor kiderült számára, hogy az ő hite szerint egyébként vasárnapon, az úrnapján lesz a verseny döntője, akkor azt visszalépett. Azt mondta, hogy ő nem fog futni. És hát még a történet szerint még a maga király is kérte, hogy ne csináljon ekkora butaságot, de azt mondta, hogy neki fontosabb a hite, és az, hogy Istenre hagyatkozzon, és az ő ígéreteire, mint a saját dicsősége, vagy az országa dicsősége. És jött egy lehetőség, hogy nem 100 méteren, hanem 400 méteren induljon, ami nem a saját futószáma volt, és megnyerte ezt a futószámot. És az országában nemzeti hős lett, ő vitte az első skót aranyérmet a nemzetének, de nem ez volt a szép a történetben csupán, ez is nagyon-nagyon szép szerintem, hogy valaki mer is tud Istenre hagyatkozni akkor is, amikor mindenki más-mást mond. Hanem az volt a szép nekem, hogy tovább olvastam ennek az Eric Liddell-nek a történetét, hogy ő mit tett ezután. Mert általában az életünk minőségét nem egy-egy győzelem határozza meg, hanem az, hogy amikor visszatekintünk, akkor mit látunk? Isten ott van-e az oldalunkon, vagy sem? És Eric visszament Kínába, és ott dolgozott misszionáriusként. És a II. Világháború végéig, ameddig meg nem halt, ott élt és szolgált emberekért. Amikor a japánok ugye elfoglalták Kína jó részét, és az ő missziós táborukat is elfoglalták, akkor egy táborba zárták, többek között őt is. A feleséget és két gyermekét korábban kimenekítette Kanadába, és ő maradt. És egy 2000-es tábornak lett ő a vezetője, belső vezetője, és kapott egy agydaganatot. Churchill külön kiárta, hogy elengedjék Eriket ebből a táborból, de ő azt mondta, hogy ő inkább átadná az ő helyét egy várandós édesanyjának. És ott a táborban halt meg. Az utolsó szavai, amiket lejegyzett egy nővér, az volt, hogy teljes odaadás. Ezt mondta. Ez volt az ő életének az egyik mottója. És olyan szép látni azt, hogy ilyen győztesek is vannak előttünk, nem csak a Bibliában, hanem számos ember, aki az Istennek szenteli az életét, tapasztalhatja ezt. És amit szeretnék utolsó gondolatként megosztani veletek, van egy szép könyv, az a címe, hogy Jézus a minden barátom, és ebben a könyvben a szerző gondolkodik arról, hogy mi a tökéletesség. Mert ha azt mondom, hogy győzelem, akkor lehet, hogy többen azt gondoljuk, hogy győzelem az azt jelenti, hogy az ember tökéletes. De mit jelent a tökéletesség a Biblia alapján? Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e már. A tökéletesség azt jelenti, hogy valaki teljesen bűntől mentes. Ez jelenti a tökéletesség? Mi a tökéletességnek a váltó fogalma a Bibliában? Kikről mondja azt Isten, és milyen jelzőket használ, vagy milyen kijelentés használ ott, amikor valaki azt mondja, hogy ő igaz ember, vagy Isten szerint való? Mit mond Énokról például, ha már említettük Énokot? 1 Mózes 5:24. Nézzük itt a közös kifejezéseket, jó? Egyébként ez a nagyon fontos gondolat. Azt olvassuk az 5:24-ben, Mózes első könyvében, és mivel Énok Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette.
Lapozunk egyet, és olvashatjuk Noéról azt, 9. vers 6. fejezetben, Noénak pedig ez a története, rövid történet lesz, Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között, Istennel járt Noé. Vagy lapozunk egy párat, 1 Mózes 17.1. Mikor Ábrahám 99 esztendős volt, megjelent az Úr Ábrahámnak, és mondta neki, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Vagy olvassuk azt, hogy Dávid Isten szíve szerint való király volt. De a tökéletességhez mi kapcsolódik itt? Mitől voltak ezek az emberek tökéletesek? Az Istennel járás volt a tökéletességüknek a háttere. Nem ők értek el valamit saját erőből, hanem fogták Isten kezét. És olvastam egy jó képet erről. Itt a legtöbben voltatok vagy vagytok szülők. Milyen az, amikor mentek a kisgyereketekkel, és fogja a kezeteket, és esnek el, nem, meg néha el is bicsaklik a lába, de ti fogjátok szilárdan. Mert ott van a keze a ti kezetekben. És tudjátok, milyen az, amikor a szülő így tud vezetni egy gyermeket. És ez a nyitja a győzelmünknek. Ez a tökéletesség. Ha Istennel járok, Isten tökéletesnek tekint engem. Lehet, hogy valaki erre csak úgy képes, mint a jobblator ott a kereszten, de Isten szemében ő akkor, abban a helyzetben, mivel Istennek adta az életét, és belet helyezte a kezét jelképesen ugye megváltója kezébe, Isten tökéletesnek tekintette őt. És olyan megnyugtató ezt tudni, hogy Isten nem azt várja tőlünk, hogy tegyük magunkat tökéletessé. Ott van a mezítelenségünk rúdság, ott vannak a szégyeneink, ott vannak a visszahúzó mintázataink, a problémáink, az elesettségünk, a fájdalmunk, a csüggedésünk. Isten mindezt látja. De győzni annyit jelent, hogy ezeken keresztül meglátni a megváltónkat, és azt mondani, Istenem, hogy veled akarok járni. Átadom az életemet neked, és szeretném, hogyha az ígéret, ami úgy szólt, hogy a győztesnek én adok, az élet fájáról, ami az Isten paradicsomának a közepette van. Én azt kívánom teljes szívemből, hogy ez lehessen a sajátunk, és ott együtt majd szóhassuk azokat a finom gyümölcsöket. Amen.